percen van a vonat eléréséig, és ezen rohanni lefele. Akkor is ezt a nótát szoktam nyomatni, azért indítottam be, hogy átérezhető legyen. És ennél a résznél már el szoktam lenni. Hát igen, ez Röndentának az egyetlen régebbi megmaradt része, azok a szemközti épületek, itt a központ. Aha. Itt úgy képzeld el, ez az utca, 39-ben, fasz, még jóval korábban. Mikor választották meg Dolfit? 33. Igen, ott körül. Ja. Itt ez az utca, itt még régi karók voltak, nem ez a fény mocsmánság. Tele volt horogkeresztes zászlókkal. Hát azt simán el tudom képzelni. Itt ez mindenütt. És ott szemben, majd mindjárt megyünk arra, megmutatom, hol volt a nagy zászló, és alatta a szavazóláda. Aha. Tele Dolfi nevével van meg. Saját népükre hoztak pusztulást a rohadékok. Szóval ezért is fontos, hogy ez a rész itt még régiesen megmaradt. Aha. Régi épületek, hogy jobban el lehet képzelni, hogy akkor is ugyanezek az épületek voltak. Aha. Ott van Ingrid néni és Klaus bácsi. A húsvéti nyuszik. Cuki. És itt volt kérem a szavazóláda. Most már csak a specialitásokat írják ki. Hát, az se nagyon. All you can eat. All you can eat. És tényleg ott van. Hát annak idején... még húgom általános iskolába járt. Reggel ezt a túrát minden reggel megtették. Le arról a hegyről, át a sílen és föl ide. Szép. Meleg nyári estén lejöttem ide, langyos volt a víz, lógattam bele a lábam, éjszaka és hallgattam Schullertől az Even Fault. Szép lehetett. Á, ez itt nagyon jó. Most már minden elméletileg.